hallgatók, doktoriskola tagjai, ők is hallgatók, de egyébként másik generációt képviselnek, és oktatókat is bevállaltunk ebben a csapatban. Épp azért, hogy minél szélesebb legyen az a merítés, és minél szélesebb legyen az a elmény, amely ezen a pályázatban érdekel. Hadd terveljük, szeretném elmondani velüket is, igazából utána már csak ide fogok koncentrálni, de mindenképpen fontos, hogy elmondom velük is. Demeszti Lóra, Marcell Tamás, Vajd Norbert, Orvai Balázs, Szabó Gergelyet és Pas Dávid. Ahogy mondtam, hogy hallgatók, doktoriskolás, illetve oktatók ők. És amikor elkezdődött a közös munkában a részletésére tettek a konzultációi, akkor egy több hónapon keresztül lefolytatott a egy egyeztetés végén, egy több körös értékelés során döntött végül és a vegyület szakmai tanácsadásával megtámogott az MTK elnökség. Fontos megmondani, hogy én is kísérte ezt a folyamatot az egyetem védeintéző egyetemi geografikus tanulmányát, akkor elhangzott valahol a nevet az egyetemet, hogy mindenki nem fontos kiemelni, illetve ekkor érdeklő volt az egyetemi területen, Csordján László segítette még a szakmai munkát, és hát értelemszerűen az egyetem teljes lehetőség és energiával lépett belőle. Lezárult a pályázat, úgy értékeljük egyébként, és az asztalokon volt több is, amikor nem is végére kívva, esetleg valakinek nem jutott, akkor a hasonlatot egy probléma, természetesen tudom, hogy el tudjuk mondani. Lezárult a működés, úgy értük meg, hogy a pályázat önmagában sikeres volt, minden a pályázat önmagában egy olyan mutatott, amely tovább fejlesztető lett volna. Nehéz dolga volt a gondolom a sportegyesség az MTK elnökségének, de végül is történik kellett, és egy hosszú, többkörös folyamat után végül is meghozta a döntését az elnökség, amelyet én is mindenképpen meg kell ennek az, hogy jelentsen be, hiszen egyetértünk össze, és csak közben megmutattam, hogy innen indultunk. És amikor majd elnök úr bejelentőt kinyertem ezt a pályázatot, akkor nem tudom, hogy meg hol értettünk, és utána a prezentációban is jelentettük, hogy milyen előbb jön. Köszönöm, és uraim, mindannyian néztünk már televízióban magyar nyelvű vetélkedő, külföldi vetélkedőt, a Gyuri mindig arról panaszkodik, hogy milyen nehéz dolga volt. Nagyon örültünk annak, hogy nehéz dolgunk volt, ahogy ezt Zsolt említette. Nagyon komolyan tudom azt mondani, meg tudom erősíteni, amit ő is mondott. A hat pályázó pályamunkája közül bármelyik mellett döntöttünk volna, akkor jó döntést hoztunk volna. Ezt nagyon nagy elismerés. Olyan művészeti egyetemnek, nagyon nagy elismerés mind a hat tervezőnek, nagyon nagy elismerés mind a hat pályamunkának. Ez természetesen nem lehetett a MTK-nak a megújuló hagyomány jegyében egyszerre hat új emblémája. Éppen ezért a hat pályázó pályamunkájának a megismerése után az egyetem szakmai véleménye alapján egy rövidebb listát, három pályázóval álló listát állítottunk össze, tettük erre a döntő körbe, vagy a döntő körbe három pályázó, három pályamunkája került, és végül is az MTK elnökségének döntése alapján a győztes pályázó Marcell Tamás lett, az ő pályamunkája az, amelyik mától az MTK új emblémája. Tamás, szépen gratulálok, neked is kérlek, hogy szépen mindenki mondnak ezt az ilyen témát. Szeretettel köszöntök mindenkit, Marcell Tamás vagyok, és egy pár szóval beszélnék arról, hogy tulajdonképpen hogy is alakult ki ez a logó, és miért úgy néz ki, ahogy kinyert. Pályázat ilyesmiben fontos tényező volt, hogy a logó képes legyen egyesíteni és magában foglalni a magyarországi adományokat,
a nagyobb ortáns vizuálisan lett, ami az átlós fehér csíkhoz, valamilyen formában mindenképpen megtartsam, újra pozícionáljam, és beépítsen az új általán kialakított struktúrába. Még mindig csak fekete-fehérben látjuk a logót. De még már látjuk azokat az elemeket, amik a pajzs forma köré kerültek. Egyébként körbeöli egy babérkoszorú, a babérkoszorú gyakorlatilag a győzelemnek egy ilyen klasszikus szimbóluma, vagy a dicsőségnek a szimbóluma. Alatta pedig elhelyeztem egy alapformát, ami szintén heraldika grafika jelent. Ez az alapforma általában heraldikában, tehát a címertalban mindenféle jelmondatok, hitvallásoknak a megjelenítésére szolgált. Ebben az esetben én az alapítási részlemet helyeztem el ebben az alapformában. Az előbb csak fekete-fehérrel láttuk a logókat, és most szeretnék egy kicsit arra beszélni, hogy tulajdonképpen miért is azok a színek lettek, amik végül is lettek. Az NTK hagyományában mindig teljesen és szorosan kapcsolódtak a zsidó kulturális értékek. Ezt mindenképpen szerettem volna beépíteni a megújult tartalomba. Ezért olyan színkódokat, vagy színhangulatokat, vagy színfoltokat kerestem az ingyeli kultúrában, ami képesek képviselni az NTK-t, és kellő vizuális dinamikát, hogy arcolatot tud majd kölcsönözni ennek a majdani arcolatnak, amelyek majdani kialakuló arcolatnak. Az volt a tapasztalatom, hogy alapvetően ez a szürkék világos kép és a sötét kobalt kép az, ami a leginkább képviseli, képes képviselni a zsidó kulturális hagyományokat. Ezért ezt a két színt választottam a két vezér színnek. Hát a színes bőrnek, itt pedig a végleges logót láthatjuk. Ugye tehát mindenképpen meg kell, hogy jelenjenek majd kiegészítő feliratok. Erre látom most egy példát, hogy hogy tud működni a logó ezekkel a feliratokkal. Ezen az ábrán azt látjuk, hogy az NTK-nak van ugyan egy fő logója, egy vezérlogója, de ezek a kiegészítő idézőjelben téve dekoratív elemek, ezek leválaszthatók a pajzs formáról, és önállóan is képes ezt az identitást képviselni a színekkel és a meghatározó pajzs formával, belső struktúrával való. Ugyanezt a képet látjuk csak fekete-fehérben, majd a későbbiekben látható időben kívül a jelentősége van a logotervezés során, hogy ne csak színesben, hanem fekete-fehérben, speciális helyzetekben is képes legyen a logó működni. Ezekből a példában láthatjuk, hogy ez problémátosan megoldható. Ugyanígy kiegészítő elemekkel is fel lehet próbálni ezt a logót, tehát a futball tevékenység során elért sikerek bemutatására is kiválóan alkalmas. A szakosztályok megjelenítésén nagyon fontosnak éreztem, hogy megmaradjék ezeken a heraldikai szabályokon belül, és mint a végén is látjuk, vagyis a régi címeretnél is láthatjuk, mindig a pajzs formán belül szerepelnek az egyéb kiegészítő információs grafikák, és arra gondoltam, hogy ezt a hagyományt követném, azzal, hogy a szakosztályoknak a jellegzetes attribútumait piktografikus tömörséggel leegyszerűsítve helyezni el ezeken a pajzs formákon, de gyakorlatilag minden szakosztálynak lenne egy saját készlete. Ugyanakkor ez egy átfogó és grafikailag és vizuálisan egységes piktogram sorozatba lesz majd beilleszthető. A kommunikációs arcolatban megpróbáltam kihasználni ezeket a két színnek a kontrasztját. Alapvetően az NTK-nak a színvilága ezt a szürkét és a világosabb kép képviselni, azonban a szakosztályokat pedig az a sötétebb kobalt kép. Arra gondoltam, hogy az arcolat kialakításakor is szemben tartani
elérte.